tiltózunk! Jó, és ugye utolsó, taps! Taps, gyere le! Tempó! Sorban érkeztek az óvodás és iskolás csoportok az egyik legnagyobb belvárosi parkolóba, a Czechmeister utcában 24 parkolóhely egy napra ezúttal nem autókkal, hanem élettel telt meg. A kezdeményezés Amerikából indult világhódító útjára, és Győrben is egyre sikeresebb. Elsősorban most általános iskolás célcsoportot céloz meg ez a program. Igazán őket szeretnénk azzal megszólítani, hogy megmutatni több minden lehetőséget, szabadidő eltöltési lehetőségeket, alternatív közlekedési lehetőségeket, ez az egyik legfőbb célunk. Hiszen a parkolónap az ebből indult ki, San Franciscóból indult néhány éve egyébként ez a mozgalom, amikor egy művész egy parkolóban egy csodás installációt épített föl, és ebből lett egy ilyen nemzetközi őrület, hogy ezek ebben a hétben a világ számos pontján parkolókat átalakítani. Egyesületek, művészek, civil szervezetek, és azt szeretnék elérni, hogy azt mutassuk meg az embereknek, hogy ha kicsit kevesebb autót használnánk a belvárosokban, akkor a parkolók felszabadulnának, és ezeken a tereken mennyi akciót lehetne, mennyi közösségi programot lehetne szervezni. A parkolónap célja többek között, hogy felhívja a figyelmet arra, az autó nélkül is van élet. Győrben is komoly torlódásokat okozott túl sok jármű, pedig az önkormányzat számos lehetőséget biztosít arra, hogy ne kelljen mindenképpen autóba ülni az ügyek intézéséhez. Mi nagyon sok kerékpárutat újítunk fel és építünk, pont én is most néztem meg a napokban az adivárosi fejlesztéseket, a Pesti útnál épő kerékpárut, nagyon sok helyen, városrészekben is zajlik a járdafelújítás vagy a járdaépítési program, tehát az alternatív közlekedéshez a lehetőséget megteremtjük, és hát valóban egy-kétszer lehet egy kis szünetet tartani, amikor lehet így közlekedni, és a fiatalok nagyon fontosak. A nap folyamán 500 fiatal itt lesz óvodás nagycsoportból, illetve általános iskolákból is, egy kicsit népszerűsítsük a mozgási lehetőségeket, sportolási lehetőségeket is, másrészt pedig már most tanulják meg ezt a tudatos szemléletet, hogy lehet más közlekedési módokat is igénybe venni. Igaz, hogy Győrben nem egyszerű a helyzet, hiszen hiába fejlesszük a tömegközlekedést is, hiába fejlesszük a kerékpárutakat, vagy a gyalogos közlekedés az a lehetőséget Győrben, egyszerűen tudomásul kell venni, hogy nagyon sokan szeretnek gépjárművel is közlekedni. A Proászka iskola kis harmadikosai is nagyon élvezték a harmadik győri parkolónapot. Patrik és Oliver már most tisztában vannak vele, mivel lehet helyettesíteni az autót a mindennapi közlekedésben. Mivel szoktatok közlekedni, ha nem autóval itt Győrben? Hát én biciklivel szoktam, rollerrel, de néhányszor gördeszkával. Hát én inkább biciklivel meg rollerrel szoktam, de meg hát a tömegközlekedési eszközökkel szoktam néha menni, mert azok úgy egészségesebbek. Ha már alternatív közlekedési eszközök és mozgás, a különböző sportágak sem hiányozhattak a parkolónapról, a jégkoronggal, a karatéval és a vívással is megismerkedhettek a résztvevő gyerekek. Nagyon sok szeretettel várnánk a győri Szabadidő és Vívó Egyesületnek a tornatermébe, mert ugye a gyerekek manapság szerintem sokféle sportágot kipróbálnak, és a vívás nem éppen a legkedveltebb sportág, de sok mindenre megtanítja az embert, gyorsaság, erőnlét, karbantartása, ez mind benne van. 650 gyerek töltött el néhány izgalmas órát a belvárosi parkolóban, ahol ezúttal a járművek helyét programokkal töltötték meg. A nap sikerét látva biztosan állíthatjuk, hogy jövőre lesz negyedik győri Parking Day is, így egyre több fiatalban tudatosulhat, hogy az autó nélkül is van élet.